Második alkalommal vált Erdély gasztronómiai fővárosává Borszék. A Bogrács Fesztivál idei kiadásában azonban nem csak kulináris élményeket, hanem több kulturális csemegét is kínáltak az odalátogatóknak. Hatalmas merítőkanalakkal kevergetik a tűz felett az üstben a gulyást a szakácsok. A gulyások elkészítését komoly munka előzte meg, sőt még a díszítő elemeket is aprólékos munkával készítik elő a tálaláshoz. Ezt követően már csak a zsűri kóstolása van hátra, majd a fogások pontozása. Én nagy szeretettel jövök mindig Borszékre vagy Erdélybe bárhova. Folyamatosan fejlődés megy át az egész város, az egész történet. Hadd ne nevezzek meg egy éttermet, ahol éppen vacsoráztunk, és utána mondtam a főnöknek, hogy óriási, amit fejlődtetett. Tehát ahhoz képest, hogy 5 évvel ezelőtt egy flekken milyen volt, vagy most hogy van tálalva, milyen íze van, valami fantasztikus. Természetesen a gulyást bárki megkóstolhatta, aki kilátogatott a fesztiválra. Sőt, aki grillezett húsokra vágyott, azt is megtehette. A Borszéki Bogrács Fesztivál nem csak kulináris csemegét biztosított a kilátogatók számára, hanem kulturális csemegét is. Az, hogy a fesztivál résztvevői odajönnek hozzánk, és azt mondják, hogy jól érzik magukat, nagy öröm számomra. Idén jóval többen látogattak ki a rendezvényre, mint tavaly. És az is öröm számomra, hogy a fesztiválon nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenki jól érzi magát. A főszervező hangsúlyozta, hogy az esemény megszervezésekor fontos szempont volt számukra, hogy figyelembe vegyék Borszék etnikumának igényét és a legfiatalabb generáció megszólítását is. A tavaly civil kezdeményezésre lett megszervezve ez a Bogrács Fesztivál, és az idén úgy döntött a borszéki polgármesteri hivatal, valamint a Harta megye tanácsa, és beszállt melléjük a borszéki ásványvíz cég is, hogy álljunk mellé, és akkor próbáljuk egy kicsit a színvonalat emelni. A kulturális kínálatban megtalálhatóak voltak a fotókiállítások, gasztronómiai témájú könyvbemutatók, könnyű és komoly zenei koncertek is. De a szervezők meghívták a legkiválóbb gasztrószakembereket is, többek között Magyarországról, Szlovéniából, Szlovákiából és a Moldvai Köztársaságból.